Ferenc pápa az egység üzenetével nyitotta meg szerdán a katolikus egyház jövőjéről szóló püspöki szinódust. A nagygyűlés október végéig tart. A pápa szerint kevésbé ideológikus vallási keretekre van szükség, inkább emberibb és testvéribb egyházat kell építeni. Ferenc pápa azt mondta, hogy az egyháznak irgalommal kell vigyázni az emberiségre. Hogy mindenkit elérhessen és mindenkivel törődhessen, egységesnek és testvériesnek kell lennie. Jézus is befogadásra ösztönzött, nem zárt ajtókra. A katolikus egyháznak mindenki előtt nyitva kell lennie, hangsúlyozta Ferenc pápa. Konzervatív vatikáni körökben aggodalommal figyelik, hogy az emberibb és testvéribb szemléletű megújulás mit jelent majd a gyakorlatban olyan kérdésekben, mint a nők abortuszhoz való joga vagy a melegek egyenjogúsága. Globális kihívás a klímaváltozás is. A katolikus szó egyetemest általánost jelent, így Ferenc pápa szándéka összhangban áll az elnevezéssel.